Az országgyűlés a Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypénteket, így már idén, április 14-től 4 napos munkaszüneti ünnepé válik a húsvét. Vendégünk az emberi erőforrások miniszter Balogh Zoltán, akit egyébként a 9 osztályos általános iskoláról is kérdezünk, valamint arról, hogy országos lesz a vastagbélszűrés Magyarországon. Jó reggelt kívánok, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy, itt van. 98%-os többséggel fogadták el. Egyébként nem volt meglepő, szerintem ez mindenkinek jó. Az az érdekes viszont, hogy mondjuk Olaszországban vagy Lengyelországban, nagyon erősen keresztény országokban a nagypéntek nem ünnep, mármint hogy nem munkaszüneti nap, viszont Franciaország, Spanyolország, Németország, várjon, Portugália, ott már régóta. Összesen 14 ország van most az Európai Unióban, ahol ünnep a nagypéntek. Ennek a különböző a kereszténységen belül is, a keresztény kultúrán belül, mert ez kulturális kérdés és nem csak vallási kérdés. Különböző hagyományok vannak, ahol a protestantizmus erősebben jelen van, bár ezt mondjuk most Spanyolországra és Portugáliára vagy Franciaországra éppen nem érvényes, de Németországra különösen jellemző. Ott a nagypéntek az külön ünnepként jelenik meg a keresztény ünnepkörben. Tehát miközben a december 24-e, az ugye a karácsonynak az előestéje, az nem, annak nincs külön, mondjuk így, hogy hitbeli üzenete, a nagypénteknek annak van egy külön hitbeli üzenete, az egyház tanítása szerint is, és azért megkülönböztetendő mondjuk a feltámadásnak az ünnepétől, hiszen a halál, a keresztrefeszítés az azt jelenti a keresztény kultúrában, azt az üzenetet mondja, amelyik egyébként minden ember számára érvényes lehet, hogy áldozat nélkül nincs ünnep, a halál nélkül nincs feltámadás, hogy a nagypéntek is része az életünknek, a gyász, a veszteség, a tragédia, és a győzelem, a siker is, amit a keresztények áldásnak hívnak. Ez nagyon szép, amit itt most mond, és tényleg nagyon szeretem ezt hallgatni, ezt a részét a gondolatainak, de mondja, ez alapvetően nem egy vallási ünnep, tehát nem csak a hívőknek szóló ünnep? Mi nem ünnepnapot hoztunk be a naptárba, hanem munkaszüneti napot, ez fontos. Ezzel a munkaszüneti nappal mindenki azt kezd, amit akar. Én, amikor először beszéltünk erről, éppen a reformáció 500. évfordulója kapcsán egy ünnepségen, akkor azt mondtam, hogy mi egy munkaszüneti napot tudunk, mint kormány adni az ország lakosságának, a polgároknak, hogy ebből ki csinál maga számára ünnepet, ki tölti ezt el másként, az már azoknak a közösségeknek, elsősorban az egyházi, a hívő közösségeknek a kihívása, a feladat, hogy tudnak ebből ünnepet csinálni. Igen, csak éppen azzal indokolta ön is ezt a döntést, hogy ez fontos Magyarország keresztény kulturális alapjainak a helyreállítása. Igen. Tehát bizonyos szempontból vallási megközelítést alkalmazott, de kérdezem én, hogy helyre kell ezt állítani? Olyan nagy baj van? Az alapokban, úgy értem, hogy az alapok helyreállításban fontos. Az alapok szerintem rendben vannak. A kérdés az, hogy mi tudunk-e róla, hogy hol is állunk. Tehát, hogy itt a Kárpát-medence közepén 1000 éve mi az a kultúra, ami bennünket megtartott, ami kialakította a mi életünknek a tereit, a szokásaink, az egymáshoz való viszonyulást, az irodalomban, a festészetben, egyáltalán a művészetekben, milyen pluszt adott Magyarországnak és Európának, egyáltalán a világ. Ennek a tudatosítása, ezért kezdtem, bár legalább olyan fontos számomra az, hogy a családok pihenhetnek majd ezen a napon, ezért kezdtem azzal, hogy mi is a mondani valója, mert minden keresztény ünnepnek van mondani valója, a karácsonynak is, mint ahogy egyébként a más állami ünnepeknek is, a március 15-ének is, a szabadság. Nem akarom elvicceni a nagypénteket, de nem volt egy kicsit propaganda íze ennek az egésznek azzal, hogy Varga Mihályt is belevonták ebbe, mármint hogy ő is ezt támogatta, mert hogy az ország gazdaságilag megengedheti, hogy egy újabb szüneti napot iktasson be a naptárba. Ez nekem fontos volt, mert régóta én ezt nem ma szerettem volna így, hanem azt is mondhatnám, hogy évtizedek óta már 1998-ban is fölmerült az, hogy próbáljuk meg ezt átvinni, és mindig a gazdasági minisztériumnak az ellenállásán bukott meg, amit jogosnak éreztem akkor, amikor egy totálisan eladósodott országban most behozni még egy pihenőnapot, az egy problémás dolog, de valóban így van, és Varga Mihály ezért szívesen támogatta egyéni képviselőként ezt a javaslatot. Valóban ma olyan állapotban van a magyar gazdaság, hogy megengedhetjük ezt magunknak, és ha megengedhetjük, akkor miért ne adjunk egy plusz pihenőnapot az embereknek? Menjünk, még két téma van, a vastagbélszűrés intézményesítés, ezt hogyan képzelik el? Azt értem, hogy mi lesz a menete, hogyha valakinek rossz a lelete, akkor további vizsgálatokra kell mennie, de ez alapvetően 50 éves kor fölött lenne érvényes? Vagy egyáltalán nem is lenne kötelező? Az fontos, hogy mindig mindenkor megvan minden
mindenkinek a lehetősége arra, hogy elmenjen szűrővizsgálatra. Ezt én 50 év fölött, sőt már tulajdonképpen 40 évtől ajánlanám is mindenkinek. Hát nem csak, hogy az egészségben leélt évek száma, a társadalom egészségi állapotának, hogy mondjam, abban nagyon jól állunk, amiben viszont nagyon rosszul állunk, az a korai halálozás. Tehát, hogy aki megéri a 65 évet, azzal már utána nincs már, akkor még van neki 10-15 éve arra, hogy még valahol még élvezze az életet, vagy még több, de 65 éves korig. Tehát a korai halálozásban nagyon rosszak vagyunk, az egészségben eltöltött években most már a nőknél elértük az Európai Uniónak az átlagát, és a nagy része a daganatos betegségek, az elhalálozásnak, a megbetegedésnek azok a daganatos betegségek, ezért szeretnénk itt egy nagy akciót indítani, erre több mint 6,5 milliárd forint van, hogy legalább egy 70%-os átszűrés, így szokták mondani, a lakosság körében. Ezt mi kiszámoltuk, 10 év alatt ez 5000 ember életét menti meg. Nem szeret elmenni a magyar ember, hogy lehet őt rávenni? Én szerintem ez nagyon optimista volt, ez a 70%-os szám. Becslésnek úgy értem. Csináltunk egy, hogy mondják ezt ma divatosan, pilot projektet, és abban a pilot projektben sikerült elérni az 50%-ot. Az már nem olyan rossz, szerintem minden második férfi elmegy mondjuk vastagbélszűrésre, és hogyha most még országosan a házi orvosok segítenek nekünk, a védőnök segítenek, a szűrőközpontok segítenek, ha a média segít ebben, akkor indítsunk el egy olyan folyamatot, ami megint csak mindenkinek jó, nincs benne pártpolitika, nincs benne kormány, nincs benne ellenzék, hanem biztassuk arra a férfi társakat, meg a nőtársakat, hogy ott van a lehetőség. Nagyon sok pénz van erre, 20 szűrőbuszunk lesz, járja az országot, el lehet menni a központokba, hogy az egészségért tegyen egy lépést, hogy ne azon kelljen vitatkozni, hogy akkor kórház vagy nem kórház, hanem ahogy említettem ezt a számot, 10 000 betegednek meg évente, 5 000 halnak meg, és mi úgy gondoljuk, hogy 500 életet tudnánk megmenteni egy olyan idővonalban, attól függ, hogy sikerül az átszűrés, ami hát azért egy óriási dolog lenne. Csehországban kipróbálták. Ott 1/3-ával csökkent a halálozás egy ilyen szűrőprogramnak a következtében, a daganatos betegségekre nézve. Miért ne próbáljuk meg? Szívből kívánom, hogy legyen ilyen, hogy a teljesen politikával független. Azért mondom, hogy hát ha így lenne, hát ez egy óriási eredmény lenne. De legalább ugyanannyi embert érdekel. Az eszközeink megvannak, és 2019-től állami finanszírozásra átkerül, tehát ez most már a magyar emberek számára mindig rendelkezésre fog állni, nem csak egy ilyen akciónak, nem csak egy alkalomszerű dolog lesz, hanem folyamatos. Szóval azt akartam mondani, hogy 2 perc van még, hogy legalább ugyanannyi embert érintve, ha nem többet a 9 osztályos általános iskola, mert ugye mindig bele fognak csúszni diákok ebbe a, vagy gyerekek ebbe a helyzetbe. Régóta tart ez a vita, pontosabban ez a párbeszéd arról, hogy legyen, ne legyen, mikor legyen. Az MSZP azt mondja, hogy az alsó tagozatot kéne nyújtani, önök azt mondják, hogy általános iskola és óvoda között kellene valahogy beiktatni. Hogy jött ez most elő? Nem azért jött most elő, mert egyre többen támadják önöket, például a szakgimnáziumok nem megfelelő követelményrendszerének felállítása miatt? Hát valóban most már talán 2 éve van az, hogy mi magunk kezdeményeztünk ezzel kapcsolatban egy szakmai vitát. A kormányülésen, amikor áttekintettük egyébként egy több órás, talán 4,5 órás vitába az, hogy is néz ki ma a magyar iskolarendszer, akkor láttuk azt a szakmai javaslatot, és annak lett többsége, amelyik azt mondja, hogy az átmenetekkel van baj Magyarországon. Amikor bekerül egy rendszer, és 2-3 évet ott eltölt az ember, óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola, akkor utána már javul a teljesítmény. Az átmeneteket nem tudjuk jól megoldani. Újra visszaugrunk, és újra kezdjük, és így tovább, és így tovább. Nagyon sokan nem szeretnék, ha gyerekük 6 éves korba iskolába menne, hanem csak 7 éves korba. Ott elveszítünk egy évet, hogyha csak dekola az óvodába. Olyan foglalkozásokat szeretnénk a 7 évesekre, ami őket úgy készíti elő az iskolára, hogy jobban fognak tudni írni, olvasni, számolni, szöveget érteni és beszélni. Hogy mondjam, így van. Készségszintű fejlesztésről lenne szó egy éven keresztül? Ne információkkal bombázzuk a gyereket, már most tanuld meg, hogy akkor mikor született 4. Béla, és így tovább, hanem azt, ami után már sokkal könnyebb lesz tanulni, jól írni, jól olvasni, jól számolni, jól beszélni, jól érteni a szöveget. Ha erre több időt adunk, akkor utána meghatványozódik a tanulási képessége és teljesítménye azoknak, akik az iskolarendszerben vannak. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm az érdeklődését.